Ezek a képek a köves diároknál készültek. Jól látható, több ház kerítése alig másfél-két méterre van a belvízvédekezést biztosító árokpartjától. Az önkormányzat egyszer már felszólította a lakosságot, hogy állítsa vissza az építményeket, ám eddig senki sem lépett az ügyben. A képviselőtestület, mint tulajdonos, megkérte az ingatlan tulajdonosokat, hogy legyenek kedvesek a saját telek határáig visszavinni ezeket az építményeket. Ennek a határidejét szeptember 30-ában határozta meg. Sajnos a lakók nem érezték fontosnak, hogy ezen kötelezettségüknek eleget tegyenek. A képviselőtestület úgy döntött, hogy egy újabb határidőt biztosít számukra, hogy önként, saját költségen ezt legyenek kedvesek megtenni. Ez a határidő december 31-e. Amennyiben nem történik meg ezeknek a kerítéseknek és adott esetben épületeknek a jelenleg ingatlan nyilvántartás szerinti telekhatára történő visszavitele, abban az esetben a képviselőtestület úgy döntött, hogy más módon próbálja elsősorban tényleg a lakók érdekében kikényszeríteni azt, hogy a védekezési és karbantartási feladatokhoz szükséges önkormányzati tulajdonú területet vissza tudjuk venni, és ott ezeket a feladatokat el tudjuk végezni. Mindez azt jelenti, hogy ha továbbra sem lesz foganatja a felszólításnak, a hivatal jogi útra tereli és perelni fogja a lakókat. Ennél pozitívabb és a városkép szempontjából is meghatározó, hogy a német önkormányzat sikeresen pályázott egy a népcsoport életét bemutató tanösvény létrehozására. Ezek a tanösvényi elemek a város központjába kerülnének elhelyezésre, viszont ennek érdekében képviselőtestületi jóváhagyás szükséges. A pályázat szerint 7 olyan elem kerülne elhelyezésre a Szent Háromság téren, Szent István téren, Mozi téren, gyakorlatilag a templom közvetlen környezetében, ahol a Vátaszéki Németség történetének bizonyos elemei kerülnének bemutatásra, német, illetve magyar nyelven. A 7 elem a történetiséget mutatja meg, míg a 8. egy vátaszéki német pár történetét dolgozza fel, mely a város egyik látványossága lehet. A tanösvény várhatóan a jövő év tavaszára készül el, és a Pünkösdi Fesztivál alkalmával kerül majd felolvatásra.